Sziasztok! Haszi történet úgy szól, hogy Szlaninban, az Litvániában, ott volt egy jesiva vezető, az volt a neve Rabbi Avraham. És amikor az ő mestere, a Kobrini Rebbe elhunyt, akkor ő lett az utódja, és egy híres haszid mester lett, egy nagy szent csodarabbi. Szlaninban a városnak a rabbia az nem volt haszid. És egyszer találkozik a Rebbével az utcán, azt mondja, nem értem. Évek óta ismerem téged, és hát egyszerű tudós rabbi voltál. És hirtelen ilyen szent csoda rabbi lettél? Ez hogy? Azt mondja neki a Rebbe, nem értem, hát ez van a heti szakaszban is benne. Azt mondja a Tóra, és ez legyen a szent adomány, amit tőlük elfogadtak, arany, ezüst és réz, kékbiúr, stb. Miről van szó? Arról van szó, hogy volt egyszerű ezüst, kékbíbor, ez az, és mivel el lett különítve az Isten számára, a szentély számára, akkor szent lett. Abban a percben, amikor engem elkülönítették rabinak, akkor én is szent lettem. Most ez a Szlanimi Rebbe a szerén ember volt. A Szlanimi Rebbe tényleg egy nagyon szent ember volt, de valójában tényleg ez lehetséges mindenkinek. A heti szakaszban, miután a Tóra felsorolja, hogy mit kell építeni, hogy meglegyen a sivatagi sátor, erre azt olvasunk, és készítsenek számomra szentét, hogy közöttük lakozzam, betohámat bennük lakozzam. Azt jelenti, építsetek sátrat, de hol kellett legyen az Istennek a lakhelye? Minden emberben, minden ember szívében. Mert ez a dolog lényege. Hogy teszünk micvákat és minden, akkor mi magunk magasabb szintre kerülünk, és akkor mindenkinek a szívében, mindenkinek a testében ott lakozik az Isten. Az a micva, hogy építeni kell szentélyt, az nem csak a sivatagban, és nem csak Jeruzsálemben, ott a templom hegyen, ott a Kotel, a sirotafal mögött, hanem minden ember, minden zsidó, akárhol van a világon, építsen sátrat az Istennek, építsen a szentét. Hol? Betohám, benne, a szívében. Az embernek tudnia kell, mit szabad és mit nem szabad, még cselekedet, beszéd és gondolat. És ezáltal nem csak a Szlanimi Rebbe lesz szent, hanem minden zsidó szent lesz. Köszönöm szépen!